Sziasztok! Eltelt egy újabb hónap, ami azt jelenti, hogy ismét virágkoszorúval jelentkezem. Ez a havi közös festés egy visszatérő téma a csatornámon, úgyhogy ha még nem ismeritek a sorozatot, keressétek a festés lépésről lépésre lejátszási listámat, amit ide linkelek a jobb felső sarokba, és ott meg fogjátok találni az összes korábbi koszorút, amit ebben az évben festettünk. Ahogy már biztosan tudjátok, a koszorú sablont le tudjátok tölteni a blogomról, ezt is linkelem a leírásba. Hogyha tetszik ez a tematika, és nem szeretnétek lemaradni a további közös festésekről, akkor kövessétek a csatornát, és nyomjatok a kis csengő ikonra is, hogy biztos időben értesüljetek az új feltöltésekről. Most pedig indulhat a festés! Az anyagokat és eszközöket, amiket használok, linkelve találjátok a leírásban. Ezen a májusi koszorún a bazsarózsák kapták a főszerepet, ezeket csak a pici négyszirmú virágok szakítják meg. A mai festés igazi türelemjáték, mert a virágok szirmait egyesével fogjuk kifesteni, vagyis csak egy adott szirom száradása után állok neki a közvetlen mellette lévőnek. Így tudom azt elérni, hogy az egyes szirmoknak külön árnyéka legyen és ne folyjanak össze. Ez így elég idegörlőnek tűnik, de mivel sok virág van, ezért ameddig egy szárad, addig át tudok ugrani egy másikra, vagy egy olyan sziromra, ami nem közvetlen a kifestett mellett van. A technikát, amit használok, már ismerhetitek a korábbi videókból. A szirom árnyékos oldalát befestem, majd kimosom az ecsetet, és a vízes ecsetemmel elkenem ezt a rózsaszín festéket. Már az áprilisi magnóliák festésénél is többen jeleztétek, hogy a rózsaszín keverésével problémába ütköztetek. Ez egy abszolút létező probléma, bár nagyon függ attól, hogy milyen festéket használtok. A rózsaszínt hivatalosan úgy tudnám előállítani, hogy a piroshoz sok vizet keverek. Csak hogy a pirosnak is van hideg-meleg variációja, ahogy minden színnek. A meleg piros inkább a narancssárgához áll közelebb, a hideg piros pedig a rózsaszínhez. Értelemszerűen a hideg piroshoz kellene sok vizet kevernem, csak hogy az én palettámban kizárólag meleg piros van. Ezért általában egy pici lilát is szoktam hozzá keverni, és így szoktam elérni ezt a rózsaszínt. A virágoknál egyébként minél beljebb haladok, annál sötétebb festéket használok, tehát a virág közepe így sötétebb lesz, mint a széle. Ahol a kis bimbók vannak, oda igyekszem tenni a legsötétebb rózsaszínt. Ha már nagyon meguntátok ezeket a bazsarózsákat festeni, ami egyébként tök valid, akkor kis változatosságként kifesthetitek a kis négyszirmú virágokat. Ezekhez nem volt konkrét botanikai mintám, csak azért adtam a koszorúhoz, hogy kicsit sűrűbb legyen az összkép. Az ilyen növényeknek egy koszorúban az az előnyük, hogy bármilyen színűre lehet festeni őket, attól függően, hogy milyen hatást akarunk elérni. Normál esetben ezeket a végére szoktam hagyni, mert akkor látom egészében, hogy hideg vagy meleg szint tennél harmonikusabbá a kompozíciót, de itt viszonylag konkrét elképzelésem volt, hogy mit szeretnék látni, ezért ki is festettem az összeset. Ha végeztem, visszatérek a bazsarózsákhoz és befejezem őket, hogy többet már ne kelljen velük foglalkozni. Ennek csak annyi előnye van, hogy a zöld és a rózsaszín nagyon távolálló, majdnem komplementer színek, és ha folyton váltogatnék a zöld levelek és a rózsaszín virágok festése között, akkor nagyobb eséllyel futnék bele abba a problémába, hogy a nem elég alaposan kimosott ecsetben ellenkező színű pigmentek maradnak. Talán érthetőbb ez a problémakör, ha a víz színét figyelitek. Ha most zöldet kevernék a vízbe, akkor teljesen elkoszolnám, és ilyen vízben kimosott ecsettel halvány rózsaszín virágot festeni gyakorlatilag öngyilkosság. Persze meg lehet oldani ezt a gondot is, csak két pohár vizet kell tartani az asztalon. Most, hogy elkészültek a virágok, jöhetnek a levelek. A bazsarózsa leveleihez egy melegebb, sárgás zöldet használtam, és a már jól ismert festék elmosós technikával varázsoltam rá tónusokat. Most az egymásra fedő leveleket együttemben festem ki. A felső levél alsóra vetett árnyékát majd később adom hozzá, hogyha az első réteg megszáradt, de ehelyett nyugodtan használhatjátok azt a módszert is, amit a virágszirmoknál használtunk, tehát, hogy külön festitek ki a leveleket, megvárva, hogy az egyik megszáradjon, mielőtt kifestitek a közvetlen mellette lévőt.
itt következnek az árnyékok, amikor a hátsó leveleken még kicsit sötétítek, hogy érzékelhető legyen a levelek térisége. A korábban már ismert módszerrel még néhány plusz kis indát adok a koszorúmhoz, úgyhogy azt a színbalanszot, amit a kis virágokkal tudtam volna megtenni, most ezekkel az indákkal oldom meg. Úgy gondoltam, hogy a harmonikus összképet most hideg-zöld levelkékkel érem el a legjobban. Ezzel én úgy érzem, hogy elkészültem, de nyugodtan adjatok hozzá elemeket ti is magatoktól, ha úgy gondoljátok. Ha velem festetek, mindenképp küldjétek el nekem a kész munkákat, hogy láthassam. A következő videóig is maradjatok velem, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!